Sziasztok, Zozóka vagyok. Játszunk Witchert. A gátnál hagytuk abban. Ott beszélünk egy karakterrel. És ha jól emlékszem, akkor ott csak ő lesz a fontos karakter, akivel beszélni kell mindenféleképpen, és tovább menjünk a mocsárhoz. Szuper! Igen? Ugye, aki esetleg nem tudná, ő az az ember, aki megbízást adott a kocsmában kifaggatott, ugye le kellett itatni. Már nem tudom, ki volt az, milyen néven, de Szalamandra jelvényeket vett, tehát fizetett a Szalamandra jelvényekért. És ugye azt kiderítettük, hogy ő ennek a embernek dolgozik. Úgy hallottam, szörnyek fenyegetik az áruszállítást. Így van. Gondolom, nem csak kíváncsiságból kérdezted. Reménykedem, hogy valakinek megérne egy kis pénzt a fenevadak eltávolítása. Talán nekem. A mocsár melletti dok üzleti szempontból nagyon fontos. A fenevadak már egy csomó kárt okoztak. Milyen fenevadak? Folytó lidércek. Az éjszaka leple alatt merészkednek elő, elpusztítják az árukészletet és megölik a személyzetet. 400 orrent fizetek, ha megszabadítasz tőlük. Az szép. Természetesen elvállaljuk, nagyon kell a pénz, könyvekre, másra. Öröm veled üzletet kötni. Szintén örülök. És milyen érdekes ugye, ugye nagyon sokan játékkal játszottam tényleg, hogy vannak boltok a játékban, de szinte alig vásároltam, mert a lootokból, ugye amikor a holtesteket átmutatod, akkor nagyon jó cuccokat lehet találni, és semmi értelme nincs a boltnak. Itt legalább van. Könyveket vásárolsz, mint tonna szám. Egyrészt, hogy megtudj ide a játék világáról sok mindent, illetve hát, hogy tudjál fejlődni, ismerd a szörnyeket, stb. Beszéljünk. Igen? Nos, kényes kérdés. Miért fizetsz a Szalamandra jelvényekért? Tévedsz. Miért vagy ilyen rémült? Én szintén a Szalamandrát üldözöm, és be is tudom bizonyítani. Ha így van, hozz nekem 3 jelvényt, utána beszélhetünk. Többet is hozok neked. Igen? Tosd a zárót, nézzük, hogy mi van neki. Jó, hát ezek nem kellenek nekünk. Viszont el is adhatunk értéktárgyakat. Jó, tehát akkor megint vagy visszanézünk hozzá. Túl gyorsan kattintottam. És ma, ugye azt mondtam, hogy hagyjunk itt egy értéktárgyat azért majd. Hát, ha az is fog kelleni. Ez micsoda is? Ez is gyűrűt eladjuk, és akkor legfeljebb ezt rájuk itt a kezünkre. Más nem tudunk eladni. Szóval nagyon más nem is akarunk eladni. Jó minőségi főzött alatt. De nem akarunk venni semmit, mert kicsit jobban kell a pénz. Akkor beszélünk még egyszer vele. Igen? De miért nem? Ez érdekes. Hogy megy az üzlet? Azt hiszed, hogy valamiféle zöldséges vagyok. Olyan üzleteim vannak, amelyeket ésszel fel sem fognál. Értem. Witcher, tévedésed akkora, hogy leveri az égről a csillagokat. Fontos híreket várok. Beszéljünk. Igen? Tehát nem tudom, hogy most miért nem adta még be azt Viszlát. A üldetéset. Itt van nálunk 3 darab, csak több Szalamandra jelvény. Átnézzük a naplót. Küldetések. Itt van. Kaptunk egy frissítést.
Jó, hát ugye folytó lidérceket kell ölnünk, és 400 orrán, tehát nem egy rossz pénz. Nem. Nem. Igen, titokzatot tudom, meg tudtuk dolgokat. Jó. Hiszem az lesz, az a kapu lesz óvizima, jól emlékszem. Kapu. Hát csak annyit tör, hogy kapu. Jaj, nem. Óvizima. Itt a Pesti százakat öl meg naponta. A karantén nem használ. Oké, oké. Lehet, hogy amúgy el kell hagynunk a helyszínt és visszajönni hozzá, és akkor fogja beadni, hogy átadjuk neki a szalamandra jelvényeket. Végignézzük a mólót. A legkedvezőbb szállítási költségek. Viszlát. Pont a révészt kaptuk el. Egyelőre nem kell. Nem megnézzük, hogy sem temeriainak, sem retániainak. Hogy van-e bármi olyan karakter, akivel beszélnünk kéne, de emlékeim szerint csak a révész. A legkedvezőbb szállítási költségek. Menjünk is. Vigyél át a másik oldalra. Eldöntötted? Elbiza. Készen állsz? A mocsárhoz. No, fiók, lányok és más egyéb állatfajták. Akkor átmegyünk egy új helyszínre. Bocsánat, ha behaladsz ki egy kicsit az ásítozásba. Kezdek már rámosodni. Szuper. Itt is elég sokat fogunk időzni. Ezen a mocsári erdőben. Pára, folytó lidércek, nedves láb. Csak ezt találtam itt. Jean-Pierre! Te ki vagy? Egy Witcher. Nocsak, nocsak. Azt hittem, Leobonárd kiirtotta a fajtádat. Soha nem hallottam róla. Már nem is fogsz. A mi szakmánkban mindig jön valaki, aki jobb a többieknél. Miféle szakma? Fejvadászat. Téged mi szélhozott? Azt hiszem, önállnak el a farkasokat. Leadni majd. A hirdetés miatt jöttem. Végre. Meg vannak a bőrök. Elmegyek a bőrökért. Itt várlak. Okay. Ki volt az a Bonárt? Öreg Leo egy legenda. Bizonyos értelemben olyan volt, mint te. Érzelmek nélkül ölt, mint ahogy te megölnél egy egyszerű folytólidércet. Ő volt a legjobb. Magas, vékony és képes volt embert ölni a tekintetével. Mágus volt? Nem. Megölt néhány vicsert, azokat, akik a parasztokat zaklatták. A mágikus trükkök és a vicserek reflexei még sem értek ellene. És meghalt? Igen. Légy óvatos, Witcher. Hogy halt meg? Ha annyira nagy harcos volt. No jó. Viszlát. Nagyapó! Beszélj nagyapóval. A víz nyugtalan. Hé, fiam! Nem vagyok a fiad nagyapó. Kitaláltad a nevemet. Itt csak nagyapóként emlegetnek. Engem pedig többnyire Geráltnak hívnak, vagy Rühes Korcsnak. Szerintem nem illik rád. Nevetsértésnek.
Nem veszem, és tényleg rászolgálok a nevemre, ha továbbra is ebben a mocsárban kószálok. Igen. Nos. Mindenkivel beszélünk. Munkát keresek. Tudom, milyen munka kell neked. Esetleg elkísérhetnél engem a kápolnához. Sajnos már nem tudom olyan könnyen távol tartani magamtól a szörnyeket. Természetesen. Már ugye, hát ha valami információt kiszedünk belőle, ha nem is fizet. Valami fizetős munkára gondoltam, de szívesen elkísérlek. De még beszéljünk. És milyen érdekes, hogy apó a Melitele oltárához megy. Ne olyan gyorsan, fiam. Én már öreg vagyok. Istenem, miért nem lehet öreg beszélni? Vagy már, nagyapó. Itt nekünk az ezüst kard fog kelleni. És bocsánat, Melitele oltára. Itt is van. Oda kell elkísérnünk nagyapót. Gyere, nagyapó. Folytó lidércek lesznek ezen a részen, emlékeim szerint. Vagy a gyors stílus, vagy ugye a csoportos stílus kell majd. No, ó! Folytó lidérc. Ide, ide, ide! Gyertek! Papához. Hát legalább valami ruhadarab lehetne rajtatok, fiú. Hol van nagyapó? Ja, ott van. Nagyon helyes. Ezt szeressen. Tudja, hogy mi a módi. Itt is nagyon érdekes történetek várnak majd ránk. Szuper. Már alig van. Na már megint? Ne menj el, ne menj el! Most miért csinálod ezt? Istenem! Nos, ne már! Hol van a nagyapó? Nem is arra kattintottam. Azt hiszem, nagy akkót nem tudják megölni. Tehát nem eshet baja. Szuper. No, ennyi volt? Vagy? Agyagbányák, ahol azok az elmebetegek dolgoznak. Normálisnak tűnnek. A téglakészítők mindig normálisnak mutatják magukat az idegeneknek. Azok a dögfilkók imádják a halembereket. Az emberek gyakran hisznek a legszokatlanabb dolgokban. De hogy gülüszemű nyálkás hüllőket imádjanak, azok a vodiánok még beszélni sem tudnak, tárgyakkal kell velük kommunikálni. Kifejtenéd bővebben? Az emberek tárgyakat hagynak a speciális oltárokon. Mindegyik tárgynak megvan a szimbolikus jelentése és szándéka. A vodiánok hasonló módon válaszolnak. Milyen tárgyakat? Pontosan nem tudom, és nem is érdekel. De a téglakészítők nem adják ki a titkaikat holmi isten káromlóknak. Látjátok azért? Kapjuk az információkat. Ahol mi most vagyunk, azok az agyagbányák. No, hol van még valami? Illa. Jó van, egy erről elég lesz. Ez milyen növény? Egy fehér mirtusz? No, most meg kell. Hoppá! Te mi vagy? Jaj, ne! Zótya, de olyan béna vagy, hogy hihetetlen. Rakkodsz össze-vissza. Tudja, hogy az erős stílus kell ellene.
És... tűz. És meghaltam. Hát azt hittem, hogy kibírja. Semmi baj. Vagyis hát de. Úristen, ennyire az elején vagyunk. Betöltés. Jaj, ne. Pedig még néztem is, hogy inkább elmeneküljek. Úristen, itt vagyunk. Ó, fiúk. Micsoda vihar! Ez ugye az a baj, hogy ez most az időből megy. A legkedvezőbb szállítási költségek. Vigyél át a másik oldalra. Ez körülbelül 5 perces. Eldöntötted? Idő volt. Készen állsz? Nem szerettek vágni. Legfeljebb... A mocsárhoz. Akit zavar, és hát ugye miért ne zavarna, az egy kicsit tekerjen bele. Én nem szeretek vágni. Úgy akarom leadni, ahogy én játszom. Tehát, hogyha meghalok, akkor meghalok. Persze elmenthette volna egy kicsit előbb is a játék, de hát ez van. Tehát mondom még egyszer, aki most nem akarja ezt a részt újra megnézni, az nyugodtan egy kicsit tekerjen bele. Nem hiszem, hogy olyan nagyon Pára, folytó lidércek, új infót tudnék nektek mondani. Csak ezt találtam itt. Gyorsan beszélünk, ezeket a beszédeket egy most... Egy Witcher. Na csak... Soha... Már nem is... Mi fejvadár. A hirdetés mi? Hey, elme. Itt van. Ki volt az? Öreg, ő volt. Mág. Nem. És meg. Igen. Viszlát. Beszélünk nagyapóval. Új vendég, üdv a fedélzeten. Hol van? Arra épp lesz nagyapó. Hát, nem. A húsa leki. Húsa leki. Hé, hey, fiam. Nem vagyok a fiad nagyapó. Engem. Szerint. Nem. Igen. Azt a mindenit, srácok, fontos. Beszélj nekem a mágus toronyról. Ne tekerjétek bele. Beszélj nekem a mágus toronyról. Miért érdekel ez téged? Szeretnék oda bejutni. Nem kis cél. Otthon van egy ládám, benne egy könyv. Olvasd el a könyvet, és tudni fogod, amit én tudok. Kösz, nagyapó. Kíváncsi vagyok, képes vagy rá. Hogy? Közeledik a vihar. Figyelj a villámokra. Nem egészen értelek. Merevek az izületeim, érzem, hogy közeleg a vihar. Most nem tudom, mit akart. Munkát keresek. Tudom, milyen munka kell neki. Valami fizetős munkára. Szpe. No, és akkor gyorsan menjünk. Hát igen, kb. 5 perces kis. Na, és kitérő lesz. Aj. Lehetne egy kicsit gördülékenyebben is. Na, még van. Ezektől most nem veszem fel a összetevőket, hanem megyünk tovább. Gyere. Okay.
szuper. Van még valaki? Most jön a... Vagyis nem, még azt hiszem itt lesz, majd amikor beszélnék a halemberekről. Új helyszínen a csalódás. Oppá, Rézimi, ugye erős stílus, az maradt. Fú, srácok! Nem tudom, miért ilyen kemény ez a növény. Meg az a baj, hogy nem is láttam, hogy ő kicsoda. Gyorsan iszunk egy életelő regenerációt. De ez tudja, hogy valami szurvozót lesz. Spórák. Ebből nem derült ki semmi. Szurcsohó! Szurcsohó, de... És őt ismerjük is, megnézzük a... Vincent! Az szuper! Akkor ezért volt ő ilyen kemény. És akkor nézzük meg a szörnyeknél a szurcsohót. Szurcsohó... Itt van. Az arkeszporok olyan helyen nőnek, ahol valami igazán kegyetlen bűncselekményt követtek el. Hoppá. Vagy esetleg egy ilyen bűncselekmény áldozatának sírján is megtelepedhet. Félelem, kávítás, axi nem éreznek. Ó, tehát a tűze az nagyon jó ellenük. Nem lehet őket megmérgezni és kivéreztetni. Szürcsók érzékenyek az ezüstre és a tűzre. Erre jól emlékeztem. Azt ugye nem írja, hogy milyen stílus jó ellenük, de azt már látok, hogy valószínűleg az erős stílus. Néhány bűncselekmény olyan szörnyű, hogy még az isteneket is megsértik. A bűnöző rossz akarata és tettének brutalitása átokká válik, ami életre kelti a szürcsohót. A bestia megtámadja az ártatlanokat, megpróbál bosszút állni az áldozat sérelmeiért. Köszi. És akkor ártatlanokat kell ahhoz ölni? No. Menjünk. Bocsánat. Nem. Vagyok. Egyszerű, ugye, ha így rakom. Hol van? Agyaggödrünk. Pedig ide kell menni szerintem. Nem erre kell menni, erre kell menni. Ugye? Igen. Na gyertek, fiúk, átálltunk gyors stílusra. Nos, aki viszont... Már... Az a franc legyen meg titeket. Kutyussal mi történt? Nehogy már itt bántották ezeket a szemét, hogy folytól idélt, hogy vízbe fújt. Nem is folytó. A vízbe fulltól felveszük a maradványokat, mert ha jól emlékszem, a vízbe fult nyelve, az kell nekünk majd mindenféleképpen. Agyszövet. És hol volt a következő? Kis szemét. Ó, megint egy vízbe fult. Mert szerintem három darab vízbe fult nyelv kell. Most menjünk, mit is akartam mondani? Ja igen, srácok, majd nem tudom végigmondani. Ez egy kicsit idegesítő helyszín lesz. A vége fel, amikor már nagyon sokat fogunk itt erre járni, és harcolunk mindig ezekkel a vízbe fújtakkal, akkor én már simán csak elfutok előlük. Tehát nem érdekelnek. No, amit akartam mondani, akik beletekertek, és most ezt éppen elkapják. Annyi információt még szedtünk az öreg apokától, hogy rákérdeztünk, hogy tud-e bármit is a mocsári erdőben lévő toronyról, ugye a varázstoronyról,
És ő azt az infót mondta, hogy a házában van egy láda, a ládában van egy könyv, azt olvassuk el, és megtudjuk azt, amit ő is tud. Tehát, majd elmegyünk a házához, és megkeressük a könyvet, és ott látom, hogy van valami kő, de egyelőre most a apokat vezessük végig. Ez is vízbe fúlt, ahogy látom. Átváltunk csoportos stílusra. Szuper, visszaváltunk gyors stílusra. Hát a Witcher 2-ben már mindenféleképpen jobb lesz a harcrendszer. Legalábbis sokkal... Sokkal gördülékenyebb lesz, és az ilyen felesleges stílusváltások nem fogják megakasztani a harcot. És azt hiszem itt is leszünk való, itt is vagyunk az orvosnál. Na gyere! Köszönöm, fiam. Nem vagyok a fiad. Látogass meg, ha kedved támad. Megmutatom majd neked a könyveimet, és készítek neked teát, meg gulyást, fiam. Witcher vagy, igaz? Egyszer találkoztam itt egy másikkal is. Információkat akart megtudni az elemek köréről. Szuper! Mit tudsz nekem mondani róla? A neve Berengár. Nagy érdeklődést mutatott a torony iránt. Viszlát. Tudom, de ő megrémült, és ideje jó részét a gödrök közelében töltötte, ahol azok az idióták turkálnak az agyakban, mint a vakondokok. Többet nem tudok. Köszönöm, nagyapó. Érdekes, nem én sehova. Most békében szeretnék imádni. Ó, Istenem, most azt miért csinálják a játékkészítői? Hát, megőrülök. Jó, úgyis elmegyünk még hozzá. Nézzük meg ezt a követ. Ez egy obeliszk. Ide majd raknunk kell valamit. Merre menjünk? Nézzük meg a térképet. Ott van nagyapóháza. Itt van agyaggödör. És itt van még... ott a móló, agyaggödör. Azt hiszem itt lesz a falu. Akkor... ez merre van? Pont nyugatra, keletre kell menni. Befordulunk, és szépen átjutunk itt a mocsáron. Nem állunk meg harcolni. Mert haladni akarok most egy kicsit a történettel. Visszafutottam. Ez most miért csinálja velem a játék? Ezek a lyukak bizonyára agyaggödrök. Köszi. Jó, innen is meg tudjuk közelíteni a falut. Ez a mólóhoz megy. Visszafutottam az agyaggödrökhez, de... Nos! És szerezzünk információt mindenféleképpen, mert az nagyon-nagyon-nagyon fontos, illetve hát majd küldetéseket is kapunk. Olyan, mint a téglagyártók faluja. Akivel tudjunk... és nagyon jó lesz, figyeljétek! Néhány hűtlen és lelkiismeretlen favágó él a közelben. Egy törp a vezér. Hát ez utána sprintelt ez a azért, folytó nagy ilyen lidert. Szihetetlen ez. Nagyon meg akart minket ölni. Ezzel beszéltünk, semmit nem tudott mondani. Üdvözöllek.
szépen. Ba, üdv! Mi a helyzet? Nem sok. De 6 éves koromban egy tégla esett a fejemre. Azt játszottam, hogy feldobom a téglát, és 5-ig kell számolnom, és kifutni alóla. De a számolás sose volt az erősségem. Azt mondják, a téglától lettem ilyen hülye. Ba. Ha kőne segítség, mert valahova el akarom jutni, akkor segíthetek. Mert én sose tévedek el. Milyen szerencsés vagyok. Beszélj nekem a mocsárról. Ba. A mocsár széles és mély. Tele van szúnyogokkal. Ki lakik a mocsárban? Drüizék, téglásozók, favágók, szörnyek. Ba. Más valami? Úristen, ezt végkel hallgatunk. Jó. Beszélj nekem a téglás falviakról. Ba. Egyenesen menj csak, mint a pisa. Ott találod a matrárkát, akinek szívességet kell tenned. Valami más? Nagyon jó. Hát ez ilyet. Hol találom a favágókat? Ba. A favágók ott vannak, ahol a fák. És melyik fákat vágják? Ba. Délre a téglás falutól. Kövesd aztat az utat, azt a barlang után látsz ilyen farönköket. Szuper. Mi a helyzet a szörnyekkel? Ba. Vannak lidércvények, mammonok, széllidércek és azok a piros sapkás manók. Valami más esetleg? Szúnyogok, ba. Kérdezzük azért tovább. Szúnyogok? Azok a rohadt vérszívók. A toronynál vannak a legtöbbe. A toronynál? Egyenes nyugatra, aztán délnek a kunyhóig, és már ott is van a toronynál. Ba. Ja, de zárva van. Csak szúnyogok meg gelomok vannak ott. Ba. Amúgy ez elég szép nagy helyszín lesz. És ugye ahhoz képest, hogy ilyen buta szegény, fehér esett ahhoz képest elég sok információt kapunk tőle. Hol vannak a druidák? Messzebb az erdőbe. Egyenes délnyugatnak, aztán ha elhagytad a favágókat, akkor fordulj északnak. Ba. Jaj, de jó. Köszönjük szépen. És legközelebb ne játsszál téglásos. Viszlát. Téglagyáros. Apám és nagyapám is téglás volt. Kétség nem félt hozzá, hogy én is ezt fogom művelni. Hát igen. Vizima növekvőben van, és szükség van ott téglára. Ővel együtt beszéltem. És téglagyáros. No. Gyűlölöm a szárasságot. Információkat gyűjtök a mágus toronyról. Most is ott áll a mocsárban, mint mindig. Ismersz valakit, aki emlékezhet még az építésére? Nem. De nagyapó talán emlékezhet valamire. Merre találom? Van egy kunyhója, de Isten tudja csak, hogy hol. Jó, hát mi már tudjuk. Már beszéltünk nagyapóval. Ja. Szerencse, hogy nem tudunk téglát gyártani. Szegény nem. Ha megnövök, pultos lány leszek. Ó, micsoda. Karrier. Téglagyáros, a veszka. A baszka. Veszünk vele. Messziről jött vándor. Elvesztett valamit, és most kutat utána. Hogy hívhatlak? Vaska, a falu mátriárkája. Geralt, Witcher. Mivel foglalkoznak a falusiak? Agyagot bányászunk, és téglát készítünk belőle. Nem látok senkit, aki dolgozna. Nehéz idők járnak. És a Witcherek mivel foglalkoznak? Mi oldjuk meg a problémákat. Szeretnél kérdezni valamit? Ó, hogy ne. Nézzük meg, nem. Most kérdezünk.
Járt itt egy másik Witcher, Berengár? Igen. Sok mindenről kérdezősködött. Még arról az alkímiáról is. Bizonyára Kalkstein, az alkimista küldte. Mi találtuk meg a felszerelését egy agyagveremben. Csupa vér volt. Köszönöm, Vaska. Fehér hajú. Harcra utaló jeleket találtunk, és nem szörnyek támadták meg. Emberek voltak. Vigyázz a lángoló hüllőkkel és a szárazakkal is. Élve van rád szükségem. No, miért? Vannak szörny problémáitok? Igen. Az átkozottak befészkelték magukat az agyagvermekbe. Hogy néznek ki? Mintha megfulladtak volna, aztán újra élesztették volna őket. Folytó lidércek, meg tudom őket ölni. Szegény emberek vagyunk. Nem tudok neked 50 orennél többet adni. Nemhogy azt mondaná, hogy ingyen is megteszem. Na jó, mindegy. Elég lesz. Az elég lesz. Hol vannak? Menj a rakpart felé, de az elágazásnál a másik utat választ. Annak végén találod kínjaink okozóit. Van. De még akarok veled beszélni. Szeretnél kérdezni valamit? Szeretnék néhány dolgot megtudni a mocsári toronyról. Az, akit nagyapónak hívnak, kielégítheti kíváncsiságodat. Rendben. Szeretnél kérdezni valamit? Hogy nem. Minden út nagyapóhoz vezet, tisztán látszik. Mivel foglalkoztok? Agyagot bányászunk, és tűzhelyen kisütjük őket. Jól jövedelmez? Nem. Noha a városban nagy igény jelentkezik a téglákra, a hasznot a kereskedők és szállítók fölözik le. Talán arrébb kellene állnotok. Soha! Mi csak a téglakészítéshez értünk. Tégy, amit jónak látsz. Szeretnél kérdezni valamit? Természetesen. És akkor már nem, mert ugye... Hát jó, nem tudom, hogy... Agyagod... Itt esetleg bármi információt kapunk tőle, nézzük meg. Nem találod szürkének ezt a helyet? Az élet jó itt. Esténként történeteket mesélünk egymásnak, és persze kártyázunk. A Isten ments, hogy kártyázunk, nem köz. Nem én. Viszlát. Pillanat már... Szeretnél kérdezni valamit? Nem akarok semmit kérdezni, csak az árut akarom megnézni. Ó, nincs nála semmi. Illetve hát lesz majd itt azért főzet alapok. És az azért nem egy rossz dolog. Jól van. Egyelőre akkor van egy csomó küldetésünk, elmegyünk a nagyapóhoz is. De nézzük végig, hogy akkor milyen információk frissültek. Igen, visszamegyünk majd, ha majd visszamegyünk Vizime a templom negyedében, akkor a Vincentnél adjuk a küldetést. Megtisztítottam az első gödröt, a feladat fele kész, meg kell önnöm az összes folytólidércet. Oké. Vaska, a téglagyárosok vezetője elmondta, hogy Berengárt az agyad gödrök környékén láttengető. Azt mondta, hogy ugye a huláját is megtalálták. Na jó. Itt más nem frissült. Azár Dzsevednél frissült. No. Igen, ez az utolsó bekezdés. Ellenségem egy renegát mágus. Ez azt jelenti, hogy valamiért eltanácsolták a varázslók köréből, valaha renegált varázslók találták ki a Witcher mutációkat. Igen, ők is frissültek. Utolsó bekezdés, Kainstein kapcsolatban áll Vizima alvilágával. Fura ez egy alkimistánál. Kosvelő elküldte embereit a Levióda kórházba,
banditái rám támadtak, mikor megpróbáltam kikérdezni az ott tartott emberüket. Most velő. Hát ő is valami helyi gangster, ugye? Addig már kiderült. Nem hiszem, hogy ő lenne a szalamandráknak valami vezére. Ó, de jó. Na, itt is visült sok minden. Levi Oda kórház. A Melitele egyik régi templomában működő kórházat egy Levi Oda nevű profétáról nevezték el. Mindmáig szobor tiszteleg az istennő előtt. Ápolónők és tanoncaik dolgoznak itt, próbálnak segíteni a járvány sújtotta egyéneken. Nem egy kellemes hely, a levegőt megtöltik a szenvedők sikolyai és a gennyes sebekből kiáramló bűzök. Akik nem élik túl a betegséget, a többség zárójel, azok a kórház mögötti árokban végzik. Időnként felgyújtják a gödröt, hogy a járvány ne terjedjen tovább. A lángoló rózsa rendje mostanában helyezte kizárólagos védelme alá a kórházat. De miért? Ez is érdekes. Mágus torony. A Titkos kapuk című könyv egy mágusról ír, aki tornyot épített a mocsárban. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, a mágusnak meg kellett szelídíteni a földet, és komoly varázsokat kellett alkalmaznia. Minél jobban beleásta magát a mágiába, a varázsló annál komolyabb összetűzésbe került a természet erőivel. Egy mágikus kataklizma, vagy egy szeretett lény árulása katasztrófához vezetett. Vagy egy szeretett lény árulása? Ottá. A mágus meghalt, munkái pedig a toronyban maradtak elzárva. Nincs több, a szörnyeket ugye felesleges átnézni, a szószedetet még átnézzük. Ott sincs már semmi. Tárgylistába kaptunk bármi újat? Ezeket olvastuk, ezt is olvastuk, és mást akkor én nem látok. Ti se ügye? Na jó. Ránézek az időkre, fiúk, lányok. Ó, igen, akkor el kell köszönni. Tehát, szereztük új információkat, kaptunk új feladatokat, és van itt is tennivaló bőven. Örülök, hogy velem tartottatok, tegyétek ezt a következő videónál is. Szervusztok, Zozóka voltam.